Az elmúlt évnek a gazdasági beszámolója, illetve a titkári beszámoló, amelyben a programtervezetet vitatjuk meg, utána pedig a különböző bizottságoknak a beszámolója történik, aztán ezt a közgyűlés megvitatja, elfogadja, és utána következik az idei évnek a programtervezete, költségtervezete, és akkor ugye ezt is ugyanúgy a közgyűlésnek el kell fogadnia. Szerintem a mai napra van egy fontos bejelenteni való, hogy elindulna egy folyamat, mert megkerestek Zsókáék még tavaly, hogy a papi földekem, az áportározóban a tavakat átvenni az egyesület üzemeltetésbe. És végül is erre az önkormányzat teljesen nyitott. Csak az a helyzet, hogy ez egy hosszú folyamat lesz, mert hogy van egy csomó gond ugye a vízzel, még a területtel is van egy jó pár rendezni való történet. Én azért tartottam mégis fontosnak elmondani, mert van itt a kezemben egy papíros, ami már arra utal, hogy mégis elindult ez a folyamat, és komolyan lehet venni. Ez egy 35 hektáros terület, amiből a tavak nem is tudom hány hektárt foglalnak el, minden esetre jó nagy vízfelületről van szó. Abba az irányba megyünk, hogy ez egy nyugodtabb, kikapcsolódás szolgáló terület legyen, és akkor ennek teljesen jó része lehet az, hogy a Horgász Egyesület nem csak birtokba vegye, hanem feleljen is a vízfelületért, tehát ha eljutunk ide, akkor ez egy üzemeltetési megállapodás lenne. Halak vannak benne, képzeljék el, meg rákok is, de ugye olyan halfajtákat, mint a ponty, harcsa, stb., hogy oda eljussunk, hogy itt lehessen pecálni is, horgászni is, állítólag két év folyamat, de úgy, hogy azt végig kell dolgozni. Mondom, mi az egyik fő baj. Az egyik fő baj, hogy a történet úgy szól, vagy a legenda úgy szól, hogy 5-8 évvel ezelőtt egy tönkrement kisállatkereskedő beleszórta az amerikai vörös rák populációját ebbe a sulákpatakba. Akkor még csak számos volt a példányok száma. Mára meg millió. Millió számra szaporodtak el benne ezek a rákocskák. Ez egy invazív faj. Ugye Amerikából jön, Mississippi környékén él, és teljesen birtokba vette a vizeket. Tehát olyan nagy a baj, hogy gyakorlatilag egy külön projektet kell csinálni arra, hogy ezt a rákfajtát hát kiírtsuk, nem tudom szebben mondani.